hogyha jól érezzük magunkat, akkor lényegében nem szoktunk a hasunkra koncentrálni. Ez akkor szoktuk, hogyha fáj, vagy valami nem egészen stimmel, rossz közérzetünk van. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy bizony az befolyásolja, hogy milyen baktériumok vannak a bélben. Ez az egyik. A másik az pedig tényleg az újabb időszaknak a felfedezése, hogy a bélben lévő baktériumok befolyásolják azt, hogy az agyunkban hogy működnek a mediátorok, vagyis azok a molekulák, amelyek a hangulatunkat befolyásolják, például az indulatszabályzásunkat, vagy azt, hogy éppen milyen ételt kívánunk. Az ultrahangon bélnek a kiboltosulásai láthatók, ami 60% legalább a 40 év fölötti lakosságnál, ami nagyon sok. És erre mondhatjuk azt, hogy melléklelet, de ez nem egészen így van, hiszen ezek a kiboltosulások, ezek jó lehetőségek arra, hogy az ott haladó béltartalomban lévő baktériumokból azok, amelyek ártani tudnak, azok szaporodnak inkább, és azok kevésbé, amelyek hasznosak lennének. Eléggé szomorú következménye az, hogy a bélfal ott begyulladhat. Ha begyullad, áteresztővé válik. Sokan ismerjük az áteresztő bélszindrómát. Én nőgyógyászatban azt látom, hogy összefügghet ez például a pajzsmirigy problémákkal, a pajzsmirigy problémák pedig a menstruációs problémákkal, vagy akár a meddőségi problémákkal. A probiotikum az agynak olyan jeleket tud adni, hogy az egészséges ételeket kívánja, ezzel megakadályozza azt, hogy egy inzulin rezisztencia alakuljon ki. Tehát állandóan felelősek vagyunk azért, hogy mit eszünk. Nagyon komoly kutatások folynak azzal kapcsolatosan, hogy a jellegzetes, nyugati típusú étrend milyen nagy bajokat csinál. Hogyha egereknek adják ezt az étrendet, akkor azt tapasztalják, hogy ezek az egerek nem egyszerűen elhíznak, hanem nem lesznek olyan kíváncsiak, sokkal ingerlékenyebbek lesznek, és egyáltalán nem hajlandók a szociális kontaktusra vagy más egerekkel barátkozni. Most azért itt ráismerhetünk a saját fiataljainkra. Tehát őrült fontos, hogy jól táplálkozzanak a fiatalok is. Az volt a problémám, hogy nagyon fáradt voltam. Arra gondoltam, hogy ez egy COVID utáni fáradtság, vagy mi lehet. Nem találtam módját, hogy hogyan legyek energikusabb. Már nem ismertem magamra, hogy nem vagyok elég érdeklődő. És én azt vettem észre magamon, ahogy elkezdtem ezt a terméket fogyasztani, hogy visszajött az erőm, hogy visszajön az ember energiája, a logikája, a szenvedélyessége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, amire nagyon kíváncsi vagyok másoknál is.